Sziasztok! Köszöntelek sok szeretettel benneteket! A mai videóban a croissant receptjét fogom veletek megosztani, magyarul, mint lehet hallani, ugyanis nagyon sokan jeleztétek, hogy szeretnétek ezt a receptet magyarul is, úgyhogy ezt a videót kizárólag nektek készítettem el. A croissant elkészítése otthon egy kicsit bonyolultnak tűnhet, azonban egy pici gyakorlással sikerül nektek is nagyon finom és nagyon szép croissantokat sütni. Szükségetek lesz egy 550 típusú lisztre, ez kenyérliszt lesz otthon szerintem. Ebből kell nekünk 500 g, azon kívül 55 g cukor, 8 g só és 150 ml víz és 150 ml tej, mind a kettő langyosan, amiben pedig 8 g élesztő kerül, ez a száraz élesztő. Miután összekevertük a száraz hozzávalókat, jöhet is az élesztős tej a keverékünkbe, és ezt egy legalacsonyabb fokozaton fogjuk most 2 percig keverni. Ha letelt a 2 perc, akkor további 8 percet keverjük a tésztát 2-es fokozaton, tehát egy kicsit magasabb fokozaton, és hogyha ez kész van, akkor kivesszük a tésztát, és egy kicsit átgyúrjuk. Itt arra kell figyelni, hogy ne gyúrjuk túl, tehát hogy legyen még mindig egy lágy tésztánk, de ne ragadjon már a kezünkön. Ezt a tésztát most elrakjuk egy egész estére a hűtőbe, ehhez pedig egy kicsit így, hát ilyen négyzetes alakúra nyújtjuk. Nem kell annyira figyelni, hogy hogy néz ki, a lényeg, hogy egy ilyen négyzetet kapjunk. Aztán folpakkal körbe tekerjük, és mehet is a hűtőbe egy egész estére. Én az előbb kivettem a vajat a hűtőből, ezt azért volt fontos, hogy ne legyen túl kemény, amikor ezt a vaj négyzet lapot elkészítjük, ez lesz a belseje a croissantnak, illetve ez jön bele a croissant tésztájába. Úgyhogy ehhez most rajzolok egy 20x40 cm nagyságú téglalapot, és ezt a formát most sütőpapírból meghajtogatom. 2 sütőpapírra lesz szükségetek, ugyanis be kell, hogy legyen a vaj zárva a sütőpapírba. 250 g vajat így szépen elosztogatok a sütőpapíron, majd rárakom a másik sütőpapírt, és egy sodrófa segítségével a vajat szépen elosztom a sütőpapíron belül. Arra figyeljetek, hogy tényleg mindenhova jusson ugyanannyi vaj, tehát a sarkakra is figyeljetek, hogy ott is legyen elegendő vaj. Ha pedig ezzel megvagytok, akkor berakjátok ezt is a hűtőbe egy egész éjszakára. Ez már itt a másnap, amikor kivettem a tésztát a hűtőből, és egy 40x40 cm nagyságú tészta lapot készítek. Hogyha megvan a nagyság, akkor pedig fél órára berakom a hűtőbe pihenni. Azt a legegyszerűbb, hogyha egy sütőpapírt raktok, mielőtt félbehajtjátok a tésztátokat, így nem fog összeragadni. És ami még szintén fontos, mielőtt ez a 30 perc lejár, vegyétek ki a vajlapotokat a hűtőből, ugyanis ennek sem szabad túlságosan hidegnek, de túlságosan melegnek sem lenni. Körülbelül 5-10 perccel, mielőtt folytatnátok a tésztával való munkát, vegyétek ki a hűtőből. Mindenképp ellenőrizzétek, hogy a tésztátok még mindig 40x40 cm nagyságú, és ha így van, akkor jöhet is bele a vaj. Óvatosan húzzátok le a sütőpapírt, helyezzétek a közepére a tésztának a vajatokat, és takarjátok be mindkét oldalról. Próbáljátok arra odafigyelni, hogy a tészta mindenhol ugyanúgy fedje be a vajat, tehát hogy ne legyenek ilyen nagyon nagy rések, ahol semennyi vaj nincs. Ha pedig ezzel is megvagytok, akkor ki kell nyújtsuk a tésztát 62 cm hosszúságúra. Mint látjátok, ilyen fura mozdulattal bele dolgozom a vajat a tésztába, és hát óvatosan, lisztezett felületen nyújtom 62 cm hosszúságúra. Nekem itt a tésztát egyszer el kellett fordítsam, ugyanis különben nem értem volna el ezt a 62 cm hosszúságot. Ezután pedig jön a hajtogatás.
1/3-2/3 arányban, tehát jön az 1/3 a tésztának a közepére, majd jön rá a másik 2/3, és mindig jobb oldalra fordítjátok ezután a tésztát. Itt még egyszer láthatjátok ezt az egyszerű hajtogatási formát, 1/3 a tésztának, majd a 2/3, és jobb oldalra elfordítjuk. Hogyha ezzel megvagytok, akkor a tészta 15 és 25 perc között, attól függően, hogy hány fok van a konyhátokban, illetve hogyha nyár van, akkor melegebb van, akkor mindenféleképpen 25 percet kell a fagyasztóba pihenjen. Hogyha tél van és hidegebb, akkor elég egy 15-20 perc. Ezt akkor tudjátok a legjobban kitapasztalni, hogyha kipróbáljátok. A vajnak ugyanis a tésztában nem szabad túlságosan keménynek, de túlságosan puhának sem lenni, mert különben ezek a szép rétegek, ami a croissant, igazi croissant-nál teszi, nem tudnak a sütőben megemelkedni. Az előző hajtogatást kétszer még megismételjük, tehát ehhez a recepthez háromszor kell ezt a hajtogatást megismételjük, tehát még egyszer 62 cm-re kinyújtom a tésztát, és újra hajtogatom. Ismételten jobb oldalra fordítom, folpakba csomagolom, és nálam, mivel nagyon meleg volt aznap a konyhában, 25 percre a fagyasztóba teszem. Ez pedig itt már a harmadik hajtogatásom, ami után szintén 25 percre a fagyasztóba került a tésztám, és csak utána kezdődött a croissant gyártás. Amint kész vagyunk mind a három hajtogatással, egy körülbelül 64x30 cm-es nagyságú tésztát nyújtunk ki, ismételten lisztezett felületen. Az eredeti méret, amire szükségünk van, az a 60x28, ezért nyújtjuk nagyobbra, ugyanis a széleit, amik amúgy sem szépek és nem egyenletesek, levágjuk. Ezután pedig felosszuk a tésztát alul 10 cm-es nagyságokra, fölül 5 cm-vel kezdünk, majd haladunk 10 cm-es távolságokkal tovább, és a végén szintén 5 cm-t hagyunk a szélétől a tésztának. Most pedig ezeket a szép croissant háromszögeket kivágjuk. Én itt egy pizza szeretelőt használtam segítségnek, de egy sima kés is természetesen megteszi. Amit még tudok tippnek adni, hogy mindig a háromszög csúcsa felé vágjatok, mert akkor szép hegyes háromszöget kaptok. Most pedig a kezünkkel megnyújtjuk egy kicsit a tésztát, és alulról elég szorosan feltekerjük a croissantainkat. Itt láthatjátok még egyszer, tehát megnyújtom a háromszögemet az egyik kezemmel, majd pedig szorosan feltekerem a croissant. A kész croissantok most sütőpapírra kerülnek, és körülbelül egy órát hagyjuk őket állni, hogy az élesztő dolgozzon a tésztában. 27 fok fölött ne legyen a szobahőmérséklet, ugyanis akkor a vaj megolvadna és kijönne a croissantból. Onnan tudjátok, hogy kész, hogy ilyen szépen mozognak, hogyha megmozgatjátok a sütőlapotokat. Ilyenkor 20 g tejet egy nagy tojással elkevertek, és bekenitek vele a croissantjaitokat, a sütőt pedig 200 fokra felhevítitek. Mielőtt bekerülnek a croissantok a sütőbe, még egyszer adtok neki egy adag ilyen tojásos tejkeveréket, és utána mehet a sütőbe. 7 percet sülnek 200 fokon, majd letekerjük a hőmérsékletet 180 fokra, és további 13 percet hagyjuk őket a sütőben, és ilyen szépek lesznek. Most pedig itt az ideje, hogy felvágjunk egy croissant és gyönyörködjünk a belsejében. Hogyha tetszett a recept nektek, akkor dobjatok egy lájkot, kövessetek Instagramon, vagy a YouTube-on, vagy mind a két helyen, és ígérem, próbálok több magyar receptet hozni nektek. Sok puszit küldök Magyarországra!